eredeti osztrák, német és magyar mosószerek, öblítők, tisztítószerek, papíráruk, minőségi termékek a Kristály háztartási vegyjáróboltban. Kínálatunkban megtalálhatók parfümök, szájápolási termékek, illatosítók, illatgyertyák, mosóporok, mosógélek, mosókapszulák és öblítők széles választékban. Készítessen egyedi ajándékcsomagot névnapra és születésnapra a Deák Ferenc utca 8 szám alatt. Akcióinkat keresse a vegyiexperts.uv.hu weboldalunkon. Ha már végképp kifogyott az ötletekből, ajándékozzon szeretteinek vásárlási utalványt. Ónok Izabella képviselőasszonnyal beszélgetünk itt az Asztalos János utca elején, ahol hát jelentős forgalmi rendváltozás történt. Mi indokolta azt, hogy ezt a lépést megtegye a város? Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Elsősorban képviselőjelöltségi munkám során, amikor ezt a körzetet végigjártam, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy a forgalmat valamilyen úton, módon kordában kellene tartani. A Keskeny utcákon lévő kétirányú forgalom és a járdának a hiánya ez jelentős veszélyt jelentett. Természetesen a lakossággal utána konzultálva, egyeztetve és az ő igényüket felmérve született meg a döntés, hogy ezt a két utcát egyirányosítani fogjuk. Ezáltal nagyobb parkolóhely is, több parkolóhely született. Másrészt meg a lakó-pihenő övezetként természetesen jelentős forgalomkorlátozással találják szemben magukat az emberek. Mennyire lesz könnyű hozzászokni ahhoz, hogy itt megváltozott a helyzet ön szerint? Nem tudom, de mindenkinek azt ajánlom, hogy gyakorolja meg, barátkozzon meg vele gyakorlatilag, mert hogyha a táblák ki vannak rakva, és a megengedett szabályra felhívják a figyelmet, bármilyen hatósági ellenőrzés után ennek megszegése büntetendő. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy mindenki megfontolja a saját maga és a mások biztonsága kedvéért. Az Asztalos János utca elején állunk, és megtörténtek a változások. Milyen táblák lettek kihelyezve? Elsősorban, ugye, mivel egy lakóövezetben vagyunk, 20 km/h sebességcsökkentő tábla, ugyanakkor egyirányú és behajtani tilos táblák. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ne megszokásból vezessenek, hanem figyeljenek oda elsősorban a lakosokra, gyerekekre, legesleg először pedig a kihelyezett táblákra. Lesz-e lehetőség arra, hogy mondjuk ellenőrizzék a szabályok betartását? Természetesen. Beszéltünk a rendőrséggel is, és hát reméljük, hogy nem kerül sor nagyon sok büntetésre. Mennyi lakossági bejelentés érkezett egyébként az Asztalos János utcával kapcsolatban? Hát az elmúlt időben elég sok, tehát számszerűsíteni ezt nem tudom. Remélem, hogy most már ezek a panaszok megszűnnek, és mindenki megelégedésére az autósok is oda fognak figyelni. Oda lehet figyelni egyébként minden ilyen lakossági igényre? Nem. Tehát vannak olyan helyzetek, amit meg tudunk oldani, és vannak olyan közlekedés, technikai helyzetek, amit nem tudunk megoldani. Szerintünk ez nagyobb részt a városban jól van. Igyekeztünk úgy kialakítani a forgalmi rendeket, hogy mindenkinek megfeleljen, tehát a mai kornak megfeleljen. Biztos, hogy van egy-két olyan hely, amit esetleg még felül kell vizsgáljunk.